Üdvözlöm Önöket, kedves nézőink! Hát a hétköznapi zsidó ember úgy van, hogy amikor kérdések merülnek föl benne, akkor természetesen kihez máshoz fordul, mint a rabbihoz. Főleg akkor, amikor, úgyis beszéltük, 5 hete nem láttuk egymást, Oberlander Baruch a vendégem, Vasári Pál utcai zsinagóga rabbi, a budapesti ortodox rabbinátus vezetője. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! 5 hete nem találkoztunk. Örülök, hogy újra itt vagyok. És ez a legfontosabb, hogy én is nagyon örülök, hogy újból látunk téged, és tudunk beszélgetni. Kezdjük a legelején. Milyen is volt ez az elmúlt 5 hét? Mennyire volt tartalmas? Mi minden történt? Mióta édesapám már nincs, azóta minden évben kétszer télen is és nyáron is legalább 2 hetet töltök az anyukámmal, és akkor most is december végén mentem az anyukámhoz, ő mindig nagyon örül, és mi is nagyon örülünk, hogy tudunk vele tölteni. Egy hónap múlva lesz 90 éves, szóval ez egy élvezet, hogy sokszor mondom neki, anyu, én már öreg vagyok, szóval, te vagy öreg, nekem mondod. Igen, ezt is szegény apukának mondtam mindig, hogy jaj, öreg, miket mondanak a gyerekek, hogy azt mondják, hogy jaj, te milyen öreg vagy. És apuka mindig mondta, hogy ó, persze kisem, most nézzél rám. És akkor ezen kívül, ez már régen az apámmal is csináltam, minden nap felhívom. Minden egyes nap, hétköznapon természetesen. És megmaradva az időpont is, hogy mindig... Nem, ez itt könnyű, mert akármikor megyek aludni, akkor New Yorkban az -6 óra. Megyek aludni hajnal 2-kor, akkor ez csak 8-kor. Igen. Hívom, szóval ezért bármikor tudom hívni. Ez az, ami segít, mert soha nincs olyan, ma este már lekéstem. És ez egy nagy micva. Benne van úgy a 10 parancsolat, tisztelni kell apádat és ez anyádat. Ez így igaz. Az ember tud egy pár perces telefonra beszélgetni velük, vagy ilyesmi, az nagyon fontos. És ugye a legfontosabb, hogy ez alatt az időszak alatt is, majd később is a tanítás nem állt le. Nem, hát ez a jó a Facebookban. Akárhol vagyok, beindítom és tanítom. Ha New Yorkban vagyok, akkor napközben délután 1-kor. Ha a reptéren vagyok, akkor ott kikeresem magamnak egy sarkat, és akkor tanítok. Ez nagyon jó, hasznos. Facebook. Pontosabban, bocsánat, a közösségi oldal. Mert hiszen az említett cég nem fizet nekünk egy forintot sem, úgyhogy maradjunk annyi, hogy közösségi oldal. Én rendszeresen szoktam nézni a különböző tanításokat mindenkiét. Én a legszélesebb palettát veszem, mindenkiét nézem, mert mindenkitől lehet tanulni. És a tegnapi nap folyamán közös barátunk Megyeri Jonatánnak és a bejelentkezését láttam. Tegnap ő nem adott tanítást, mert ugye azt mondta, hogy egy nagyon nagy haszid eseményen van a Zsilibben. Mi is volt ez az esemény tulajdonképpen? Milyen apropóból? És kik voltak ott? Tegnap este, illetve ma van a jarcájtja, a halálozási évfordulója az előző Lubavitchi révének, Rabbi Josef Yitzchak Schneerson-nak. Ő 1920-tól 1950-ig volt a Lubavitchi haszidoknak a vezetője. Ezen a napon emlékezni rá, az nagyon-nagyon különleges, mert ő nem csak a csodarabbi volt, és szépeket, jókat tanított, hanem ő nagyon-nagyon különleges volt, új, különleges helyzeteket tudott felmérni, alkalmazkodni és dolgozni velük. 1920-ban ő akkor lett haszid vezető, a legrosszabb időben a Szovjetunióban, Lenintól kezdve átment Sztálini érában. Ő ott kezdte a haszid vezetői igen. Pályáját. És lényegében ő azt
az volt az ő cél, ő azt mondta, ő nem fogja engedni, hogy a zsidóság szűnjen meg a Szovjetunióba. Szóval egy kis ember lényegében a nagy kommunista apparátussal szemben állt, felszólította a haszidokat, hogy mindenki tegyen az ügy érdekében, legyenek kis közösségi imák, ilyen kis zsinagógák, legyen jösiva, legyen rabbi képzés, legyen héder a gyerekeknek tanítani, alefbétet, mikvet építeni. Ez hihetetlen, hogy energiát tudott az emberekből kihozni ezt. Sajnos többen az életükkel is fizettek, de mindenképpen, amikor vége lett a Szovjetuniónak, erre mindenki csodálkozott, húha, vannak a vallásos közösségek, helyi rabikol, helyi sakterek, hogyan? Ez mind az előző Lubavitcher Rebbenek a munkája, mert amikor elhagyta a Szovjetuniót, mert szó szerint kirúgták a Szovjetuniót. És mikor? Tehát ezt lehet tudni, hogy... 1927-ben letartasztották, először halálra ítelték, aztán ilyen nehéz munkára. A végén szóval volt nyomás külföldre, ez egy külön érdekes történet, mert volt egy lubavitchi haszid, aki lett országban, a parlamentben volt képviselő, és a Szovjetunió akkor épp fel kellett venni a diplomácia kapcsolatot velük, és akkor az ő szavazata számított ide vagy oda, és akkor ő lejött Moszkvában tárgyalni velük, azt mondta, ez az én mesteremnek. Szóval nyomás volt, és Amerikából is volt nyomás, mindenképpen végén azt mondták, ha nem lehet őt letartasztani, nem lehet őt kivégezni, inkább ne legyen az országban. Kiutasították. De feltételeket szabott. Azt mondta, hogy jó, de akkor szeretném, hogy jöjjön velem ez is, ez is, ez, és szeretném kivinni az összes könyveimet, az összes kézirataimat, és akkor engedték, csak menjen. Menjen. De a legfontosabb az volt, azt mondta a haszidoknak, hogy nem tud elindulni, ameddig nem tudja, hogy a munkának lesz folytatása. Volt 10 haszid, aki vállalta, felelősek lesznek a munka folytatása, még akkor is, ha az életükkel kell fizetni érte, fizettek is. A 30-as évvel a felet kivégeztek, 5-ön túléltek. Ez milyen szóval... furcsa lehetett, ugye, hogy valaki a 20-as években Szovjet-Oroszországban, majd később a Szovjetunióban végez ilyen nagyon jelentős rabbi tevékenységet, majd utána egy hihetetlen éles váltás következik be, mert ráteszi a székhelyét az Egyesült Államokba, New Yorkba. Nem, 3 lépés. Tehát, hogy mindjárt csak, hogy ez a kettő, ez valami hihetetlen, mindenféle, tehát távolságra van egymásra. Mi volt A következő volt, hogy Rígában, aztán Varsóban tevékenykedett, az pedig egy más jellegű munka, főleg Varsó Lengyelországa rengeteg haszid van, ott pedig a hangsúly volt a haszidizmusnak a tanítása. Közben természetesen még irányította a szovjet munkát, de akkor itt ebben a 12 évben, ezen a 40-ig, akkor ő haszidizmust terjesztette más haszidok között. Aztán a második világháború miatt ment át Amerikában, New Yorkba, és ott pedig egy teljesen más jellegű munkát. Ezért mondtam, ő felmérte a helyzetet, és akkor más módszerekkel, más stílussal kezdett tanítani, terjeszteni a zsidóságot Amerikában, ami teljesen más volt. Ott pedig a nagy szabadság. A Szovjetunióban a kommunizmus tette tönkre a zsidóságot, az Amerikában a nagy szabadság tette tönkre a zsidóságot. És akkor rengeteg városban hozott létre zsidó iskolákat, és ezek közül sokan még mai napig léteznek, és azzal jött, és azt mondta, az ember ránéz a történetre, akkor azért eljött Varsóval, mert világháború volt, a nácik jöttek be. De azt mondta, nem, ez csak mellékesen.
Azt mondja, a célom, amiért nem, hogy túlélni, a célom jött megváltoztatni Amerikát. Megtanítani, de Amerika nem más. Ha lehet kelet-európai zsidóban zsidóság, legalább eddig volt, akkor itt is lehet. Akkor azt is szeretném megtudni, és mindjárt még ebbe belemenjünk ebbe a tegnapi rendezvénybe, hogy ugye, kedves nézőink, már tudhatják, hiszen beszéltünk róla, hogy Oberlander Baruch 1989-ben jött Magyarországra, az Egyesült Államokból, New Yorkba. Mennyire más volt mondjuk New Yorkban egy közösségnek tanítani, és mennyire más a 89-90-es Magyarországon. Mert ugye elméletileg akkor még már Magyarországon is elindult valamikor a szabadság felé, az előző 40 évet nézzük, de azért mégis, még azért az átalakulás nem volt teljes. Tehát mennyire volt különbség, és akár összehasonlíthatjuk a második Lubavitchi nevével, és aki ugye a Szovjetunióban is, és az Egyesült Államokban is tevékenykedett. Igen. Erre szoktam mondani, hogy az előző Lubavitchiben az egy jött, nem csak Kelet-Európában van zsidóság, hanem itt is lehet Amerikában. Igen. Nekem most már fordítva kellett mondani, nem csak Amerikában lehet zsidóság, hanem itt is lehet zsidóság. Mert lényegében mindig a helyzetet kell nézni, a helyi nyelvet, a helyi kultúrát kell figyelembe venni, és akkor kell tanítani. Az elején nagyon, nem mondom, hogy nehéz kezdés, mert minden kezdés az kicsi, és akkor nő felfele. De kicsi volt a kezdés, de hát egy pár fiatalt felkaroltam. Közülük van a Gyuri Davidovics Izrael rabbi, aki rabbiként most Izraelben vezetett közösséget, hogy azt mondja, az már egy következő nemzedék, az már ennek a gyümölcse. És akkor itt kezdődött a munka, akkor kezdtem mindenféleket, és teljesen, ugye a nyelv az biztos, hogy más volt. A magyar zsidóságot azt én ismertem, mert abban nőttem fel, hiába New Yorkban, de abban nőttem fel, ugye a pápai közösségben, de Magyarországot, az itteni általános életet, az nem ismertem, mind meg kellett tanulni, meg kellett ismerkedni, de nem volt idegen, mert otthonról sok mindent hoztam. Csak most egy kicsit itt dicsekedjek. Minden kezdett nehéz, ugye ezt, akár a mostani heti szakaszról, hogyha bárki is a tanítást, ugyanezt el tudja mondani, hiszen ma, most lesz ugye a dal szombatja, és hát ugye lesz egy pillanat, amikor rájönnek a zsidók. A tenger dola, ugye? Igen, hogy itt most ez itt a szabadság pillanata, majd utána mindenki rájön arra, hogy hát minden kezdet nagyon-nagyon-nagyon nehéz. Úgyhogy csak azért mondom, hogy tanár úr jelentem, rabbi úr készültem valamennyit a heti szakaszból is. Ja, azt szoktak mondani, amikor akarunk beszélni egy aktuális témáról, akkor az a heti szakasz. Ez így igaz. Legalább valásos körökben az aktuális téma, az mindig valami téma a heti szakaszból. Legyen egy esküvő kapcsán, egy bar mitzva, vagy valami, akkor egy heti szakasz, mindig az aktuális. De én ezt úgy is meg tudom fordítani egyébként, hogy az ember nap mint nap találkozik az újságokban mindenféle aktuális hírekkel, és tud ebből valami következtetés oda-vissza levonni az aktuális heti szakasz. Igen, aktuális, hogy abból merítünk útmutatást a más oldali aktuális témákat. Ez egészen hihetetlen. De akkor térjük vissza meg a tegnap estére, ha lehetséges, a zsilibhez. Most a hasidoknál, mikor nagyobb események vannak, akkor mindig van egy fábrenge, mert lényegében egy jarcájt, természetesen a család mond kádist is, ilyesmi, hasidoknál, akkor minden hasid közösségben van valaki, aki elimádkozik és mond kádist, de a jarcájtnak van egy nagyon fontos eleme, emlékezni. Nem csak emlékezni, volt, milyen jó vicceket mondott, hanem milyen útmutatást, milyen, hogyan látjuk az, hogy az ő
az ő tanítása tovább él bennünk. Ezt, erre kell használni egy arcaitnak a napja. Emlékezni úgy, hogy mit tudunk még meríteni az ő tanításaiból, az útmutatásból. Legyen ez egy szülő, egy nagyszülő, egy ilyesmi, és természetesen egy haszid mes, és ilyenkor mindig vannak fálbrengenek, összeülünk, és itt kicsit erről beszélgetünk, és akkor most is volt ez a zsilliben, hogy összejöttek, erre egy kicsit. Én nem voltam ott, én otthon fábrén gondoltam, mert épp volt egy nagy téma, amit le kellett adnom. Ukrajnából az egyik rabbi, Hei Lubavicsi rabbi kérdezi tőlem, hogy Sábeszkor menni kell a zsinagógában, de hát senki nem mer kimenni otthonról, azaz nem visz magával igaz személyigazolvány, vagy ilyesmi, mert ha ellenőrzés van, és nincs személyigazolvány, az nagy baj. Sőt, azt mondja, egy újabb probléma, hogy még mobiltelefont is kell vinni, mert lényegében van szirena, de a szirena nem lehet hallani az egész városban, és ezért van egy applikáció, jöjjön a riasztás, amilyen igen. A riasztás, akkor a kérdés az, hát ez hogy nagyon Sábeszkor, igen. És akkor mondom, éjfél után még foglalkoztam vele. Akkor ezért ezt ha lehetséges, ezzel foglalkozzunk egy kicsit. Be kell vallanom valamit. Nekem... Az apukám 2019-ben halt meg, nyugodjék békében, állásség az emléke. Amikor már nagyon-nagyon-nagyon beteg volt, és hát már lehetett tudni, hogy szinte bármelyik pillanatban bekövetkezhet a baj, akkor én azt csináltam, hogy én úgy mentem be a zsinagógába, bizony-bizony sabatkor is, lehalkítva, telefon hangja lenémítva, de ott volt nálam, hogy ha jön az értesítés, akkor sajnos, akkor tetszik, nem tetszik, akkor mennem kell, tehát akkor nekem ott a helyem. De mondjuk egy ilyen helyzetben, amit ez az ukrán Lubavicsi rabbi fölvetett, mit lehet tenni? Tehát, hogy ilyenkor mi szól mellette, és mi szól ellene? Kárad mondtál, hogy veled volt ez az eset, mert két kicsit ilyen nehéz. tudok reagálni. De valójában, ha nem arról van szó, hogy veszély van és életmentés, akkor nem szabad semmit kivinni az utcára a Sábeszkor. Pláne nem egy mobiltelefon, mert csak az a probléma, nem szabad vinni az utcára, hanem ez még mukca, nem szabad hozzáérni. Így igaz. A kérdés itt, a Ukrajnában az más, mert ott életveszélyről van szó. Most egyik oldalról mondhatunk, mondjuk is, az ember nem menjen ki otthonról Sábeszkor. Kész, nem szabad semmit vinni, de csak azért, mert az ember megy imádkozni, akkor felmerül a kérdés, és amikor feltette a kérdést nekem, akkor emlékeztem, hogy valamikor ezzel a kérdéssel már foglalkoztam. Sőt, mi még beszéltünk is most, szerintem említést is tettünk róla egyszer. Nem tudom, de szintén az ukrán ügy kapcsán talán. Jó, mondom, ez a kérdés így nem foglalkoztam vele, de én mindig nézem a holokauszt idejében milyen kérdések vannak a rabinikus responzum irodalomban, és akkor néztem a jegyzeteim között, és ott már volt egy pár hivatkozás pont erre a témára, akkor azt elővettem, tanulmányoztam, Kassóba, Galíciában első világháború kapcsán egy nagyon-nagyon híres rabbi, az volt a neve, Shmuel Engel. És már vége lett a háborúnak, ő már ott maradt a haláláig, a 30-as években. Ő talán az első, aki ezzel foglalkozik, és ez nem egy egyszerű dolog, hogy azért, mert egy micva miatt azért meg lehet engedni egy tiltást, ez nem így van. Általában, ha ütköznek
egy micvel tiltással, akkor az ember ne csinálják. Szóval ő foglalkozik első, utána volt egy román rabbi, aki foglalkozik el, és utána, érdekes módon, ez Erdélyben volt Brisk rabbi, ő Tasnádon volt rabbi. Igen. És ő szintén foglalkozik ezzel, aztán még egy másik erdő, szóval volt már irodalom erről, és akkor ezt tanulmányoztam, és akkor, de kértem tőle plusz, a mobiltelefon kapcsán kértem tőle most tegnap este, éjfélkor írok neki, mondta, ébren vagy meg? Csak Ukrajnában az idő arrébb van, természetesen nem válaszol. Sőt, úgy tűnik, hogy a telefon nem is volt bekapcsolva, ez például az lehet, többé, hogy nincs áram, csak kevés, és akkor most reggel várok tőle választ, hogy pontosan mire használják a mobiltelefont, mert kivinni a dokumentumokat az se egyszerű, csak egy ilyen teljesen szokatlan módon kell kivinni. Például, amit az mindenki mondja, a kalapba tegye be a személyigazolványt, mert zsebben nem szabad vinni, még akar is, hogy micvát megtenni, és akar is, hogy háború van, mert még mindig tilos. Szóval ez nagyon bonyolult kérdés, ezzel nem tudtam elmenni az ünnepségre. De mondom, ha jövő héten itt leszek, akkor már végleges állásom lesz a témában. Ezt kíváncsi is leszek rá. Hozzátartozik, hogy sajnos összesen kettő ilyen sabat volt, amik ez vele megtörtént. Én ugye általában csak magamat szoktam vinni, ugye elgyaloglom a zsinagógába szombatonként, tehát ez meg természetesen a feleségemmel együtt megyünk, tehát sohasem itt nem viszünk. Ez sajnos egy olyan helyzet volt, amikor azt éreztem, hogy ezt akkor meg kellett tegyem. Volt egy eset, egy évvel ezelőtt valaki felhív péntek délután, azt mondja, hogy minden jel szerint Sábeszi folyamán meg fog halni az apja. Mit szabad tenni a halála után? Úgy most a kórházban el van, mit lehet tenni, intézkedni, vagy ilyesmi. És akkor mondtam neki, hogy nagyon fájdalmas pillanat, de míg él, mindent meg lehet tenni annak érdekében, hogy menteni, hosszabbítani az élet. Abban a pillanatban meghalt, semmit nem szabad csinálni. Semmit nem szabad csinálni, meg kell várni a Mocé Sábeszt, a szombat estét, mondom, ha halálról van szó, mondom, mi tisztelők, vannak előírások, hogy tiszteletet kell adni a holttestnek, eltemetni, ezért a hamvasztás tilos, stb., de ez nem, az nem olyan dolog, amit már felülbírálja a Sábeszt. Világos, tisztában voltam vele, csak mégis nem tudom, így éreztem. De visszatérve egy kicsit a Lubavitchi rebéhez, ugye 1950-ben távozott közülünk, és ugye mondtuk, hogy szó volt arról, hogy az Egyesült Államokban is tevékenykedett, hogy a szabadság és ebben a modern világban mennyire tudta, majd később ugye őt követő Rebe a modernitással együttműködtetni egy a év múlva, tanítás. Egy év múlva, ez az 51-ben, igen, igen. Akkor a veje lett a 7. Lubavitchi Rebe. Igen. És lényegében az a nagy munka, amit a Rebe, a 7. Rebe végzett, és aminek a folytatása, ami mai napig folyik, ez mind az, amit az előző Rebe ezek az 40-től 50-ig elindított. Mondom, egy apróság, de bizonyos körökben ez szokatlan. Meséli az egyik fiúat a Jösivában, ugye Rebbe, az előző Rebbe hívta magához, azt mondja, hogy szeretném szíveséget kérni tőled. Mi a szíveség? Van itt egy zsinagóga, és ott lenne igény egy Talmud órára. Jó, egy Jösiva bohárnak egy Talmud órára, ez ennél a legtermészetesebb. És akkor mi a különleges kérés, ami van a Rebbének? Az a kérés, hogy angolul tarts meg ezt az órát. Azt mondja, tanítson Talmudot, de angolul. Uh-huh. És ez teljesen ez egy szokatlan dolog volt, mert a
talmudtanulás, aki képes volt talmudtanulás, elment talmudtanításra, akkor az idisül. Az volt a természetes nyelvatan. De a Rebbe azt mondta, ma már egy következő nemzedék van, aki már az angol, az közelebb áll a szívehez, és jobban fogja érteni, sőt, olyan ember, aki már nem tud jidisül, ő is tudja csodálkozni. Szinte ez egy ilyen switch, változtatni kellett, angolul. Az a szíveség, menjen tanítani a talmudot, de angolul. És természetesen kezdett a mindenféle fordításokat, és az is képzelünk el, a Tanya, ami egy mély, kabbalisztikus haszit könyvet lefordítani angolra. Ez teljesen, ez egy imakönyv, no, azt lefordítottak, de hát, és akkor ő azt mondta, mindent kell fordítani. Szerinti, ő felmérte a helyzetet, azt mondta, no, a jidis ez nagyon szép és nagyon jó, de fontosabb a talmud tanulás, mint a jidis. És akkor így ezer dolgot tudok mondani, és olyan városokba ment, Chicago, Buffalo, ahol már zsidó iskola talán még soha nem volt. Létrehozni egy zsidó iskola, ahol vallást is tanulnak. Uh-huh. Értettem. Ami a legszebb történet, ami van róla, hogy ott a 770, a 770, Eastern Parkway 770, ott a földszinten volt a zsinagóga, az emeleten pedig lakat ő. És kint volt egy udvar. A gyerekek a Lubavitch iskolából, aki szünet volt, ott játszottak. És amerikai gyerekek labdát játszottak. A Rebbe kint az ablakból nézett, és örült, azt mondta, tessék, ennek örülök. Vallásos gyerekek, amerikai gyerekek. Nem kellett legyen ellenmondás. Uh-huh. És olyan boldog volt, hogy ezt akarta, hogy napközben tanuljanak vallást is, de ugyanakkor legyenek gyerekek, rendes és játszanak. Amerikai gyerekek játszanak labdát, baseball, stb. És nagyon boldog volt. És oké, hogy ez egy jó dolog volt, hogy angol nyelv, de hogy állunk itthon? Nem csak a tanítással, hanem bizony a könyvekkel és a magyar nyelvvel. Itt pedig magyarul. Én emlékszem, mert egyszer tartottam egy órát Chávez délután, Talmudot tanítottam, édesapám épp itt volt, csak odaült, óra után azt mondja nekem, figyelj, magyarul én jobban tudok nálad, de én nem lennék képes öt sort elmondani magyarul, mert én használom a magyart csak hétköznapi dolgokra, én soha nem fordítottam le ezeket a fogalmakat magyarra, azt mondja, lenyűgöző volt hallani egy talmud órát magyarul. Ugye a Tanya az elérhető magyarul is. A zsidókamon egy nagy része elérhető magyarul. Talmudot kiadtunk két kötetet. Igen. De ezt akartam kérdezni, hogy annak lehet valamilyen folytatása, vagy egyelőre majd, marad ezek? Majd. Most pillanatban nincs. Mindig az, amikor mindig azt mondja, hogy majd. De az azt jelenti, kedves nézőink, hogy nyitott kapukat döngetek, tehát hogy nem, nyilván... Én úgy gondolom, hogy igény van rá, mert nem akarom a szempontból, mert ma emberek kérnek ebből a... Igaz, hogy ha lesz, emberek fogják tanulmányozni, ahogy most is tanulmányozik a talmudot. De most épp a Sámuel imája az imakönyvünk, ami most a harmadik nyomtatásban van, és februárban elérhető lesz, és ott a más könyveket, ezt nem lehet megállni. Értettem. Szerintem jövő héten megint tudunk nagyon hasznos dolgokról beszélgetni. Köszönöm a mostani alkalmat, és hát természetesen mondhatjuk már nyugodtan. Good Shalom, Good Shabbos. Good Shabbos kívánok a nézőknek, és köszönöm a lehetőséget. Köszönöm én is. Thank you.